Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, világunkkal? Csináltam egy-két lekérdezést ezzel kapcsolatban, a fentieket megkérdeztem, hogy hogy merre, meddig. De nem árulom el, hogy mit mondtak. Akkor miért kezdted elmondani? Nagyon kíváncsiságú. Igen. De a háborúval kapcsolatban is kérdeztem, illetve mondtak információkat. Jó, tehát lényeg az, hogy érdekes világban élünk, nem? Nézzük meg, mivel is foglalkozunk, jó? Tehát képzéseink vannak. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Amikor egy coach coachingol, egyébként egy szakma a coach, amikor coachingol, akkor kihozza valakiből a legtöbbet és a legjobbat, illetve a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a világéletemben érdekelt az, hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet gyerekkoromtól. Érdekelt volna, ha lett volna ezzel kapcsolatban információ. Én nyitott lettem volna rá, csak semmilyen információt nem kaptam ezzel kapcsolatban. És hát az, hogy hogy működik az élet, az a 98-as évtől kezdett megnyílni számomra. Az, hogy hogyan működik az ember, az pedig 91-től, 91 évelejétől. És hát ezen a területen a befogadó képességem, hogy hogyan működik az ember meg az élet, hát ez gyakorlatilag úgy alakítottam, hogy korlátlan legyen. Miért? Mert azt tapasztalom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az ember ismerje az élet és az ember működését, és hogy minél többen megismerjék az életnek és az embernek a működését. És én arra tettem rá az életemet, hogy a bolygón minél többet, illetve minél többen megismerjék az élet és az ember működését, tehát hogy minél többet beszéljek arról, hogy hát hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember. Mert valahogy ez kimaradt az emberek oktatásából, pedig ez sokkal, de sokkal fontosabb lenne, mint bármilyen egyéb tudás. Tehát szó szerint, mint bármilyen egyéb tudás. És hát ezen túlmenően, hogy nagyon fontos lenne ez a tudás, még van egy nagyon fontos dolog, hogy a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie. És ugye mit jelent az, hogy aranykor? Hát, hogy az emberek képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve éljenek. Na most, de rengeteg ember ezen a bolygón nem akar és nem is fog akarni szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Ezért ugye itt van egy kis gubanc ebben kapcsolatban, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnének békében és boldogságban együttműködve élni, és vannak olyanok, akik nem szeretnének békében és boldogságban együttműködve élni. Bizonyára ti is ugyanezt látjátok, hogyha egy kicsit jobban ránéztek az emberekre. És ez a bolygó eddig működhetett úgy, hogy elfogadott volt az is, hogy nem szeretetben és békében és boldogságban együttműködve élnek az emberek. Miért? Azért, hogy az emberek megismerjék a rosszat. Meg persze a jót is, de itt nem a jó a
kulcskérdés, hanem a rossz a kulcskérdés. Tehát nem a jót kell az embereknek megismerni, hanem nagyon érdekes módon a rosszat kell megismerni. Miért? Hogy ne akarják a rosszat. És tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között, sőt, a jó és a rossz különböző fokozatai között is tudjanak különbséget tenni. Na most gondold végig, ha egy ember különbséget tudna tenni a jó és a rossz különböző fokozatai között, és ezt hatékonyan tudná alkalmazni, ezt a tudást, akkor ez egy emberi fejlettség lenne. De hát miért kell egy embernek fejlődni? Vagy miért kellene fejlődni? Tehát a legtöbb ember itt a nyugati társadalomban, tehát nem a bolygón, hanem a nyugati társadalomban azt gondolja, hogy mi azért vagyunk, hogy szaporodjunk. Bár ezt most már mintha a nyugati társadalom cáfolná azzal, hogy az emberek egy része, aki megtehetné, hogy szaporodjon, nem szaporodik. Tehát akkor mintha ez a szaporodás kérdése, mert ugye megnézzük, hát a növények is szaporodnak, állatok is szaporodnak, akkor ebből kiindulva ugye sokan azt gondolják, hogy az embernek is az a küldetése, hogy szaporodjon. De ezzel szemben ugye nem mindenki szaporodik. És akkor nézzük még ezen kívül mi van. Hát akkor ha nem szaporodnak az emberek, akkor én nem némítottam le. Ha nem szaporodnak, akkor hogy minél jobban éljenek, nem? Tehát azt gondolják sokan, hogy azért élnek, hogy minél jobban éljenek. Na most, de mit jelenten a minél jobb élés? Hát ugye azt jelenti, hogy egészségesen éljenek. A nyugati társadalomban elég széles körűen elterjedtek a betegségek, nem? Tehát a lakosság nem egy pici százaléka, nem egy elég jelentős százaléka valamilyen rendszerességgel betegeskedik. Sőt, ha megnézzük, ugye szokták mondani a idősebb emberek, hogy hát legyél boldog akkor, ha nem úgy kelsz föl, hogy valamit fáj. Tehát ez ugye azt sugalná, hogy ahogy idősödik az ember, hát az a törvényszerű, hogy betegeskedjen. Hát hiszen a fájdalom az egy betegeskedési tünet gyakorlatilag. Tehát hát az, hogy az ember egészséges legyen, az ilyen kulcskérdés lenne, nem? Hát most gondold végig, ki az, aki volt már beteg, valamilyen beteg az életében? Tegye már fel a kezét. Ki nem volt beteg, akkor most azt tegye fel. Hát senki nem tette fel a kezét a másodikra. Tehát mindenki volt beteg. Mikor beteg vagy, mire törekszik leginkább a figyelmed? A betegségedre, nem? Tehát a betegségedre. Tehát amikor az ember beteg, akkor a figyelme az alapvetően a betegségem van. Nem? Na most, ez biztos megfigyelte mindenki, hogy leginkább a betegség körül forognak a gondolataid. Nyilván, hogy meggyógyulj, de hát, ha nem vagy beteg, nem kell meggyógyulni, nem? Tehát akkor csak a betegség körül forog. Oké? Tehát, hát de miért beteg az ember? Azt gondoljuk, hogy az egy természetes folyamat? Tehát gondold végig, a megnézzük, mint ami 100 embert, megkérdezünk a mai világban 100 embert, 100 emberből
legalábbis itt a nyugati társadalomban 100 emberből 100 el fogja mondani, hogy ő már volt beteg. Tehát gyakorlatilag a 100%, de ha megkérdezel 100 000-et, akkor itt a nyugati világban 100 000 fogja mondani, hogy már volt beteg. Tehát bármilyen betegség. De nagyon érdekes, hogyha ugyanezt az arányt megnéznéd a növényvilágban, a növények többsége nem beteg. Megnézed az állatvilágban, a fajoknál ugyanúgy, az állatok, tehát egy fajon belül az állatok nagy része nem beteg. Tehát akkor a betegség az nem természetes dolog. Mert a természetben a betegség az nem természetes, érted? Hát nézd meg! Ha azt gondolja bárki, főleg akik egészséggel foglalkoznak, hogy a betegség az egy természetes dolog, akkor nézze meg az egyéb élőlényeket, és kiderül, hogy a betegség az nem természetes dolog, mert a növények, állatok nagy része, a túlnyomó többsége az nem beteg, hanem egészséges. Világos ez? És csak egy kis százalék a beteg. Tehát a betegség az nem természetes dolog. Akkor az ember miért beteg? Mert létrehozod a betegséget. Oké? Ha te is mondjuk egy majom lennél, nem egy ember, akkor sokkal kevesebb betegség érne. A majmokat sokkal kevesebb betegség ér, mint az embereket. Sokkal kevesebb százaléka beteg a majmoknak, mint mondjuk az embereknek. Érted? De ugye te nem vagy majom, ezért mondhatnád azt, hogy beteg vagy. Nem? Vagy betegeskedsz. Hát éppen most tetőzött vagy valamikor az influenza járvány, nem? Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, hány tízezer vagy százezer ember éppen egy időben beteg volt, influenzás volt, és nyilván megnéznénk, hogy hány egyéb beteg ember van Magyarországon, akinek egyéb betegsége van, lehet, hogy ez a szám meghaladná a jóval több mint 1 milliót. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy a lakosság egy elég jelentős hányada valamilyen betegséggel küzd. Nem érdekes, hogy az állatoknak csak egy bizonyos kis százaléka, a növényeknek csak egy bizonyos nagyon pici százaléka beteg, az emberek meg egy jelentős százaléka beteg. Na most akkor nézzük ezt tovább, ezt a kérdést, jó? Miért? Mert mi különbség mondjuk egy állat és egy ember között? Mind a kettő test, mondjuk hasonlítsuk össze a majmokkal magunkat. Mind a kettőnek, az embernek is, meg a majomnak is vannak hasonló szervei, nem? Hasonló funkciói vannak. A majomnak is van agya, embernek is van agya, majomnak is van keze, lába, stb. Nekünk is van. Tehát úgy viszonylag hasonlóak vagyunk felépítésben. Mondhatnánk azt, hogy leginkább a majomhoz hasonlítunk felépítésben. De a majmok nem betegek, nem betegesek, mi meg betegesek vagyunk. Akkor miben különbözünk? Egy dologban különbözik az ember, egy jelentős dologban a majomtól, az, hogy gondolkodik. A majom meg nem gondolkodik. Tehát akkor lehet, hogy a gondolkodásunk betegít meg minket. Gondolkodj! Hát van egy dolog, amiben különbözünk az állatoktól, hogy gondolkodunk. Az állatok nem gondolkodnak, tisztán ösztönlények, és nem betegek. Az emberek gondolkodnak, és betegek. Akkor mi hozza létre a betegséget? A gondolataink. Hát most gondold végig, egy helyes gondolat létre tud hozni betegséget? Nem. Akkor mi tud létrehozni betegséget? A helytelen gondolatok. És a helytelen gondolatok, azok hol jönnek létre egy emberben? Hol jönnek létre? Nem magában az emberben véletlenül? Ha kívülről jön létre egy helytelen gondolat, akkor ugye egy kérdés lehet, hogy befogadod-e azt a helytelen gondolatot, vagy nem?
Tehát még egyszer, tehát létrehoz az ember egy helytelen gondolatot magában, ami képes betegséget létrehozni az illetőben. Van egy másik dolog, elfogad egy külső helytelen gondolatot, tehát magáévá tesz egy külső helytelen gondolatot, olyan, minthogyha a maga gondolata lenne, tehát magáévá teszi a külső helytelen gondolatot, ennek következtében mi fog történni? Megbetegszik. Az állat nem tud elfogadni egy külső gondolatot, mert nincsenek gondolatai, nincsenek gondolkodása, érted? Ez a különbség. Az állatnak nincsenek helytelen gondolatai, ő ösztönösen cselekszik, és kész. Nem gondolkodik helytelenül, ő megteszi azt, amit az ösztönei diktál, azon túl semmi többet. Ha éppen az ösztönei nem diktál semmit, akkor a kölyök majom játszik, a felnőtt majom megnézelődik. Érted? Ha éhes, akkor eszik, ha a dolgát kell végezni, a dolgát végzi. Érted? De nincs különösebb gondolkodása, mert egyáltalán nincs gondolkodása. Tehát itt van a... Igaz. Itt van az ember, itt van az ember, aki gondolkodik. Az egyetlen élőlény a Földön, amely gondolkodik. Oké? Tehát egyetlen élőlény, amely képes gondolkodni, és képes betegséget létrehozni a saját gondolataival, val saját magában. Nem kellett volna ezt már talán felfedezni az embereknek magukban? Hogy a gondolataiddal megbetegíted saját magadat? De hát azt mondja az ember, ugye logikusan, hogy de hát honnan tudjam, hogy melyik a helyes, meg a helytelen gondolat? Nem? Ha kívülről jönnek a gondolatok, amit el akar az ember fogadni, vagy sem, honnan tudja az ember azt, hogy helyes vagy helytelen? Ugye ez lenne a logikus dolog arra, amit, vagy logikus kérdés arra, amit most az imént mondtam. Erre is van válasz. Hát mi a válasz? Hát hogyha az embernek van elég tudása, akkor különbséget tud tenni a helyes és a helytelen között. Ha van elég tudása, akkor a saját gondolataiban is különbséget tud tenni a helyes és a helytelen között, és a helytelen gondolatokat nem gondolja ki. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát azt, hogy te milyen gondolatot gondolsz, az vajon kinek a döntése? Úgyse adok választ, vagy lehetőséget a kérdésre. Jó? Tehát kinek a döntése az, hogy mire gondolsz? Ez kinek a döntése? Nem véletlenül a tied? És hogy most egy negatív gondolatot gondolsz, vagy egy pozitív gondolatot gondolsz, az kinek a döntése? Nem véletlenül a tiéd? Tehát akkor az ember az nem saját maga hozza véletlenül létre a saját gondolatait? De. És akkor te mit választasz? Választhatod a pozitív gondolatokat, választhatod a negatív gondolatokat, de minél tudatlanabb vagy, annál jobban nem tudod meghatározni, hogy mi a pozitív gondolat, és mi a negatív gondolat. Mi az, ami rombol, mi az, ami épít. Mi az, ami létrehoz betegséget, mi az, ami fenntartja az egészséget. Minél tudatlanabb egy ember, annál jobban nincs tisztában ezekkel a dolgokkal. Vajon ezekkel nem kellene tisztába lenni?
Figyelj, ne legyél vele tisztába, legyél nyugodtan beteg. Az elsősorban a te problémád lesz, nem másoké. Világos ez? Ilyen egyszerű a dolog. Tehát, hogyha te szívesen betegeskedsz, mert ezáltal fölhívod a környezetedben a figyelmet magadra, arra vonatkozóan, hogy figyeljetek rám, én beteg vagyok. Miért nem csinálják ezt emberek? Nehogy már azt mondta, hogy nem csinálják. Sőt, már láttál biztos olyan beszélgetést, nem? Hogy ki tud nagyobb betegséget mondani magára nézve. És a semmi. Így van, a semmi, bezzeg az én betegség. A semmi, mondja a másik. Az enyém az még nagyobb. Sőt, az egy másik dolog, igen, mikor felsorolják, hogy te csak háromféle gyógyszer szedsz, én hatfélét. Ha semmi, én tizet. Hűha, akkor megyek még vagy négyfélét föliratni, hogy több legyen, mint neked. És ez sajnos nem vicc. Nem vicc. Szóval kinek a gondolata az, amikor az ember nem úgy gondolkodik, ahogy kellene? Hát mindig a saját magája. Tehát most mondom, gondoljátok végig, muszáj ezt még egyszer elmondanom, hogy jön egy külső gondolat. Minél kisebb a tudásod, annál jobban be tudod fogadni a hazugságokat. És a hazugságok meg fognak betegíteni. Tudod, miért lett annyi covidos? Mert elhitték, hogy ők covidosok lesznek. És akik nem hitték el, hogy ők covidosok lehetnek, azok nem lettek covidosok. Világos ez? Mert ő nem félt magától a betegségtől. Világos ez? Tehát ez így működik. Ez így működik. Tehát a gondolatainkkal megbetegítjük a saját testünket. Akkor van más gondolat megbetegítés is. Az emberek nem tudják azt, hogy merre kellene tartaniuk személyesen, saját magának, saját. Tehát neki, az adott személynek merre kellene haladnia az életben. Fogalmuk nincs ezekről az embereknek. Fogalmuk nincs. Na most ezáltal, hogy nem tudják, hogy merre felé kell haladni, nem tudom, hogy esetleg valamikor az életben tévedtél el már el. Tehát gyalog, vagy autóval, tévedtél-e már? És amikor eltévedtél, és eltévedésben voltál, tudtad, merre kell menni? Nem. Nem, ha a GPS mutatja, akkor nem vagy eltévedve. Jó? Tehát most arról van szó, hogy eltévedtél. Tehát, ha az ember eltéved, akkor nem tudja, hogy merre kell haladni. Tehát akkor tudja, hogy merre kell haladni, ha pontosan tudja az utat, hogy merre kell haladni. Nem tudom, világos-e. Jó, akkor nem téved el, ha tudja, hogy az, tudja, hogy merre kell haladni. Most az mindegy, hogy tudod a járást, vagy van térképed, vagy van GPS-ed, mindegy. Oké? Ebből a szempontból. De lényeg az, hogy tudod, hogy hova tartasz, tudod, hogy merre kell menned, és tudod, hogy ezáltal nem tévedsz el. Oké? Na most az emberek az életükben ezt tudják, hogy hova tartanak? Ez úgy működik, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Ahányszor eltévedsz az életedben, mindig ugyanaz, mint az úton, mikor eltévedsz. Eltévedsz az életedben, bejön egy bizonytalanság, oké?
És a bizonytalanság az nem egy pozitív gondolat. Oké? És olyankor az emberek elkezdenek úgy gondolkodni, hogy nem kellene. Sok ember, például ha eltéved, mit csinál? Bepánikol. Mit csinálnak az emberek, mikor nem tudják, hogy merre kéne tartani, merre kellene haladni? Ugyanezt. Bepánikolnak. Nehogy már azt mondta, hogy nem pánikoltak az emberek az elmúlt 3 évben. Az emberek nagyon nagy része pánikolt. A nagyon nagy része. Nem csak itt Magyarországon, a bolygón. Érted? A bolygón a többség pánikolt. Na most ez azt jelenti, hogy a pánik szerinted egy pozitív gondolat? És a pánik, tehát hogy te pánikolsz vagy nem, az benned jön létre. És mindenkiben saját magában jön létre. Ugyanazokat híreket hallotta a pánikoló, mint a nem pánikoló. És az egyik létrehozta magában a pánikot, a másik meg nem. Akkor ki döntötte el, hogy pánikol vagy sem? Mindenki saját maga. Vagy rosszul látom? És ha te netántán pánikoltál ebben a 3 évben, bármilyen téren, az jó érzés volt? Nehogy azt mondd, hogy jó érzés volt. Nem jó érzés volt. Tehát nem érezted jól magad benne. De akkor miért csináltad? Jó kérdés, nem? Miért csináltad? Hát ha de döntésed volt, miért csináltad? Mondom, ugyanazokat a híreket hallotta a pánikoló, mint a nem pánikoló, és az egyik pánikolt, a másik nem. Lehet, hogy az, aki nem pánikolt, annak magasabb tudása volt azokkal az információkkal kapcsolatban? Amit az egyik embert bepánikolt, a másikat meg nem? Nem lehet. Csak úgy véletlenül, nem lehet? Nem véletlen. Tehát nem lehet, hogy egy olyan világban érkeztünk, ahol többet kellene tudni azért, hogy az ember tudja szűrni az információkat? Nem lehet? Nem lehet, hogy ha az ember tudatlan, mint eddig, mint 2019-ig, akkor oda jut, hogy küldik az információkat a média természetesen, és akkor az illető pánikol. Vagy akár a szomszéd küldi az információt. Én olvastam 2 hírt, hogy az egyik hír az volt, valami főcím, hogy kezdődik a 3. világháború. Érted? Ez volt a főcím. Ez az Origón volt. Mondom, megnézem, tehát ez, amikor megjelent ez az a cikk, aznap, mondom, megnézem egy másik hírportálon. Nem olvastam el a cikket egyébként, sőt a címét sem, hanem a nejem közölte. Mondom, megnézem egy másik hírportálon a hírt. Ott nem olvastam. Végignéztem az összeset, nem olvastam ilyet, hogy kezdődik a 3. világháború. De olvastam olyat, hogy egy B-52-es bombázó, amerikai felségjelű bombázó, és mit tudom én, 2-3 lengyel vadászgép követve a bombázót, tehát így kötelékbe ment ez a 3-4 gép, a lengyel-orosz határ közelében mentek Lengyelország légterében. Ez volt a hír, amit olvastam ott, ahol nincs 3. világháború. Tehát nem ez volt a cím. Csak ez, hogy kötelékbe repültek. Ez volt valami ilyesmi cím. Erre megnéztem az Origón ezt a címet, ezt a 3. világháborút, és ugyanez volt, hogy a B-52-es bombázó Lengyelország légterében, mit tudom, 2 vagy 3, már nem emlékszem pontosan, lengyel vadászgéppel, ugye ment a határ
lengyel részén, érted? De a gazdaság, vagyis a másik portálon, az egy gazdasági portál volt, ahol nem ijeszgették ilyen formán az embereket, ott az is le volt írva, hogy Magyarország fölött is körzött a B-52-es bombázó, több kört ment. Az Origo már nem írt ilyet. Érted? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, most ennek hatására, ennek a címnek hatására hány ember pánikolt itt Magyarországon? 3000 része biztos. Aki olvasta az Origo. Én sem hallottam. Gondold végig. Én sem hallottam volna, hanem nem látta volna ezt a... De ő sem olvasott bele, csak a címet olvastál. Na most gondold végig, hogy az emberek úgy működnek, hogy egyszerűen a hírek befolyásolják őket. A gondolkodásukban befolyásolják. Na most akkor térjünk vissza arra a témára, hogy az embert a gondolatai betegítik meg. Ha ezt valaki meg akarja cáfolni, akkor úgyse fogja tudni. Miért? Amiért elmondtam. Mert ez az egy különbség van az állatok és köztünk, hogy mi gondolkodunk, ők meg nem. Ők nem betegek, mi meg betegek vagyunk. És tudjátok, mit figyeltem meg? Én 91 óta foglalkozok, illetve 87 óta foglalkozok emberekkel, 91 óta van saját szervezésű csapatom, azóta sok tízezer ember volt már a csapatomban, és azt figyeltem meg az emberekkel kapcsolatban. Na, mit akartam elmondani? Betegségről beszéltünk. Hogy ők betegek, mi nem vagyunk betegek. Nem. Majd eszembe jut. Na mindegy, majd eszembe jut, hogy mit figyeltem meg. Na, szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és gondolkodunk, tehát gondolkodunk, az állatok nem gondolkodnak, mi betegszünk, ők nem betegednek. Akkor, és ott tartottam, hogy az emberek akkor is rosszul gondolkodnak, ha elbizonytalanodnak, de ez miért fontos? Mert minden embernél kideríthető, hogy miért született ide a bolygóra. Milyen életfeladatot kell végrehajtania, amit úgy hívnak, hogy küldetés. Na most, valaki írt nekem a minap, hogy egy e-mailben, nem is válaszoltam rá, ma még lehet, hogy válaszolok valamit, hogy szeretne velem beszélni, mert fölkeltettem az érdeklődését a videóimmal, és ugye el is küldött két videómat, és hát szeretnének orvosok is beszélni velem, mert hogy ők teljesen az evolúcióban hisznek, és teljesen az anyagban hisznek, és olyan dolgokban, hogy ha agyhalál van, akkor utána nincs semmi. Oké? Utána minden megszűnik. Na most, akkor én ugye mondanám ezzel kapcsolatban a következőt, mivel ez díjmentes előadás, ezért meghallgathatják az orvosok is. Én nagyon sok embernek néztem már a küldetését, ami benne van, meg az életfeladata, benne van a születési dátumában. Ez bármilyen, aki numerológiával foglalkozott, vagy foglalkozik, meg tudja csinálni. Abból kideríthető, hogy kinek mi a küldetése. Na most, azért megkérdezném, hogyha a halál után nincs semmi, akkor hogy lehet, hogy a születés pillanatában már van egy küldetése annak a csecsemőnek?
amit neki majd az életében teljesíteni kell. Akkor ez hogy lehet? Biztos véletlen, biztos az evolúció hozta létre, nem? Biztos. Ez a papucsállatkából kifejlődés hozta létre, hogy az ember már úgy születik, hogy van megállapítható küldetése, érted? Sőt, azt is lehet tudni előre, hogy várhatóan milyen gyerekkort fog megélni. Milyen gyerekkort? Azt is tudható előre, hogy várhatóan mikor lesz felnőtt, mikor lesz idős. Érted? És akkor ezek biztos véletlenek. De ha most itt megnéznénk, hogy van-e két ember, aki azonos napon született, teljesen úgy azonos napon, hogy azonos év, azonos hónap, azonos nap, lehet, hogy nem találnánk két olyan embert. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a születési dátumból, a teljes születési dátumból meghatározható szinte teljes bizonyossággal, hogy milyen élet várható, ha egyáltalán megéli az illető, milyen élet várható az ő számára, és mit kellene, milyen feladatokat kellene teljesíteni, és milyen küldetést kellene teljesítenie. Most akkor megkérdezném, hogy hogy a manóba lehet ez? Jó, én tudom, hogy hogy lehet, de az orvosoktól kérdezném meg. Tehát az orvosoktól. Oké? És ráadásul még, ha valaki beteg, meg tudom állapítani, hogy mit kellene másként csinálni az életében, és a cselekedetek azok mindig gondolkodás következménye. Tehát, hogy miben kellene egész másként gondolkodnia, hogy ne legyen beteg. Érted? De ez is biztos véletlen, nem? És nem csak én vagyok a Földön olyan ember, aki meg tudja állapítani egy betegségből, hogy miben kellene másként gondolkodnod, hanem még sok ember a Földön. De attól, hogy az orvosok nem tudnak ilyet csinálni, az talán az ő személyes butaságuk. Tudatlanságuk, hogy szebben fogalmazza. Mert talán az orvosoknak nem kellene azzal foglalkozni, hogy vajon az a betegség milyen gondolkodás következményeként jött létre? Milyen helytelen gondolkodás? Mert a cselekvésed az egy gondolkodás következménye. Te soha nem cselekedsz úgy, hogy előtte az a gondolat a cselekvéshez szükséges gondolat, az ne jött volna létre benned. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy mi emberek vajon csak azért születtünk, hogy fajfenntartás, vagy azért születtünk, hogy hát lehető legjobban élvezzük az életünket. Hogy lehet lehető legjobban élvezni? Most gondold végig, amikor én voltam fiatal ember, még nem volt családom, még feleségem se, akkor alig volt olyan, akinek autója volt. Érted? A legtöbb autó az állami tulajdonban volt. Ami azt jelenti, hogy céges, meg a cégek is állami tulajdonban voltak, cég tulajdon, stb. Stb. Érted? És magánszemélyeknek hát körülbelül olyan arányú volt a magánszemélyeknél lévő autószám, mint családonként, mint most, ahány családnak nincs autója. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy most sokkal, de sokkal több autó
van, mint amikor én voltam fiatal. De így nagyságrendi sokszoros különbség van. A magántulajdonban lévő autókról beszélek. Ezt most miért mondom? És akkor ugye mondanám, hogy vannak olyan családok, ahol nem tudom hány autó van. És akkor ugye azt is megkérdezném akkor, hogy vajon azért, mert most ennyi autó van, az emberek boldogabbak? Mint akkor, amikor nem volt. Jó kérdés, nem? Tehát lehet, hogy az autó az nem boldogít? Vagy boldogítani kellene? Miért nem boldogít? Miért voltak boldogabbak akkor az emberek, mikor töredéke, mit ami minden tizedik családban volt autó körülbelül, vagy tizenötödikben? Érted? Az utcában volt három autó, most meg végigállnak az autók az utcán, érted? A tulajdonosok autói. Na most, és sokkal boldogabbak voltak az emberek akkor, mint most. Tehát akkor biztos az autó boldogít, nem? Vagy megnézzük a következőt. Mekkora házba laktak akkor? Milyen jó, hogy én tudok összehasonlítani. A mostani fiatalok nem tudnak összehasonlítani. Ők beleszülettek ebbe a világba. Én tudok összehasonlítani, mert láttam az előző világot. Tök jó. Mert van összehasonlítási alapom. Megnézzük a házak méretét. Magántulajdonú ház, ha 100 négyzetméter volt, az már óriási volt. A falu leggazdagabb emberének volt 100 négyzetméteres háza. Érted? Most a csóróknak nagyobb háza van, mint 100 négyzetméter. Most nem lakásról beszéltem, hanem házról. Tehát, és akkor megnézzük, tehát sokkal nagyobbak lettek az egyfőre első négyzetméterek. Sokkal. Tehát mit tudom én, mondjuk ötszörös. Az egyfőre első. Miért? Én például három generációs családi házban nőttem föl, 80 négyzetméteren vagy 78 négyzetméteren. Érted? És laktunk benne öten. Érted? Akkor visszaosszuk azt mondjuk 80 négyzetmétert, öttel, akkor egy négyzetméter, vagy egy emberre 16 négyzetméter esett. Érted? Most, mit tudom én, vannak olyan emberek, akik ezer, nem ezer, mondjuk 300 négyzetméterre laknak ketten. Akkor ott mennyi egy négyzetméter? És akkor megnézzük, a mostani fiatalok mennyire boldogok, mondjuk visszamegyünk a 70-es, 80-es évekbe, ugye én akkor voltam gyerek és fiatal, ugye 80-es években már fiatal, 70-es években meg ugye gyerek, és megnézem, sokkal boldogabbak voltak a fiatalok, mint most. És azért, mert kisebb házba laktak, vagy azért, mert nem volt autójuk. Nem. Hanem azért, mert nem volt ennyi baromság, amit elhisznek az emberek. Érted? Mondom még egyszer. Nem volt ennyi baromság közölve az emberekkel, amit elhisznek. És most minden baromságot elhisznek. És nem csak az a baj, hogy minden baromságot elhisznek, mert van benne egy csomó igazság is. Hanem olyat, amit régen nem kellett hallani. Most képzeld el, mit tudom én, 87-ben, vagy nem, 86-ban volt Csernobil. A csernobili atomkatasztrófa. És ugye megtörtént, és nem is tudom hány nap múlva tudtunk róla. Érted? Tehát gyakorlatilag nem hallgattak róla, nem jött el a hír. Nem is tudtunk róla napokig,
nem idegesítette senkit, hogy ugye volt ott egy robbanás, érted? Senkit nem idegesítette, mert nem tudtunk róla. Mert amiről nem tudsz, az nem idegesít, nem? Az idegesít, amiről tudsz. Hát sok nap múlva, így van. Jó pár nap múlva. Most valami hír van a világban, érted? Valami rossz hír, pedig az elég fontos rossz hír lett volna az a Csernobil. A sokkal fontosabb rossz hír volt, mint hogy lerombolták a tornyot Amerikába 2000 szeptember, vagy 2000, mikor? 2001. szeptember 11-én, érted? De azt azonnal tudtad. Sőt, hamarabb. Angliában hamarabb tudták, hogy az egyik torony ledől a harmadik, mint amilyen sebesség, mint ahogy lett, ahogy megtörtént. Szó szerint, tényleg. A rádió már bemondta, hogy ledőlt, az közben, mit tudom én, hány perc múlva dőlt csak le. A harmadik toronyra. Na szóval lényeg az, hogy gondold végig. Na most egy atomkatasztrófa az azt jelenti, hogy jött a sugárzás. Elég fontos dolog volt. Most attól, hogy letöldölt az a három torony, jött valami sugárzás felénk? Nem. Érted? Nem. És mindenki el volt képedve. Érted? És milyen hatása volt rá? Utóhatása volt, mert annak következtében vezették be ezt a mindenféle terrorellenes baromságot, érted? Ami direkt azért volt az lerobbantva, hogy ezt be lehessen vezetni, szó szerint, érted? És az emberek mindent elhittek. Tehát egy olyan világban élünk, ahol nyomják a rossz híreket, hogy te szarul érezd magad. És ugye múltkor olvastam egy hozzászólást egyik tanulótól, hogy tetszik az előadásod, csak az nem tetszik, mikor ilyen szót használsz. Hát mivel én vagyok az előadó, ezáltal én határozom meg, hogy milyen szót használok. Ilyen egyszerű. Jó, tehát lényeg, hogy gondold végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan stresszelik szándékosan az embereket. Szándékosan. De te azt gondolod, hogy a te tudásod bőven elég ahhoz, hogy kezeld ezeket az információkat, amit kapsz. Erre csak azt szeretném mondani, jó? Hogyha az elmúlt két évben beoltattad magadat, mondjuk a Covid ellen, vagy influenza ellen, tök mindegy, vagy ez, vagy az ellen, vagy akár mind a kettő ellen, akkor te baromi rosszul tudod kezelni a beérkező információkat. Akkor tudom azt mondani, hogy te nagyon-nagyon tudatlan vagy. Oké? Vagy voltál, amikor ezt csináltad? Na most, ha azóta esetleg sehol nem tanultál, akkor azóta még butább vagy, mivel azóta még több rossz hírt kaptál. És az ember úgy működik, minél több rossz hírt kap, annál jobban butul. Nem vicc, komolyan mondom. Tehát az emberek szó szerint elbutulnak ettől a töménytelen mennyiségű rossz hírtől. Tehát az ember annyi rossz hírt kap, hogy képtelen kiszedni belőle a jó hírt, érted? Most átlagemberről beszélek. Én nekem nem képtelenség ez. De az emberek nagy része az totál képtelen rá. Tehát én nekem van olyan képességem, hogy ha küldenek egy hírt, akkor abból meg tudom mondani, hogy igaz vagy nem igaz. Oké?
Na jó, nem is ez a lényeg, hogy milyen képességeim vannak, hanem az a lényeg, hogy itt van az életed, és igazából mit kezdesz az életeddel? Mit kezdesz? Nem kellene vele valamit kezdeni? Én ismerek olyan embereket, biztos te is, akinek az a kezdése az élet, tehát azt kezdi az életével, hogy minél többet utazzon, minél több dolgot lásson. Érted? Ez az élete. Igaz, hogy ehhez sok pénz kell, és azért dolgozik, hogy ezt meg tudja csinálni. Érted? De ez az élete. Csak azt nem értem, hogy miért nem mentál akkor mondjuk, mit tudom én, mondjuk ilyen utazási irodába dolgozni, érted, ahol ezt meg tudnál csinálni. Hogy hívják ezt a, tudod, aki megy idegenvezetőnek? Hát persze, annak kellett volna elmennie. És akkor járhatott volna eleget. Jó, lehet, hogy nyelvet kellett volna tanulni, de hát az nem egy nagy vasziszt azt nyelvet tanulni. Jó, tehát lényeg az, hogy hát figyeld, ki kell kötözni abba az országba, olyan helyre, ahol nincs saját anyanyelvű, az pitty-putty megtanulsz azon a nyelven. Ez ennyi. Ki vagy egy fél évet, és úgy jössz vissza, hogy tök jól beszélsz azon a nyelven. Rá vagy kényszerülni. Így van, mert rákényszerülsz arra, hogy kénytelen vagy tanulni. Fél év alatt tök jól meg lehet tanulni bármilyen idegen nyelvet. Bármilyen idegen, ezzel a módszerrel. Persze vannak ilyen módszerek, ilyen különleges módszerek, amire azt mondják, hogy hamarabb meg tudsz tanulni, de ez tuti biztos. Jó? Mert én ismerek olyan embert, aki olyan helyre költözött külföldön, ahol magyarok közé költözött. És 20 év után se tud semmit angolul. Ez ennyi. Nyilván nem olyan helyre kell költözni, hanem olyan helyre, ahol senki nem tudja a saját anyanyelvedet. És ezáltal ugye kénytelen vagy ez megtanulni az idegen nyelvet. No, de lényeg az, hogy ugye itt tartottunk, hogy itt vagyunk mi emberek, és van egy olyan világunk, ahol nem kellene tudás. Nem lenne szükség tudásra, hogy tudj különbséget tenni a jó és a rossz között. A jó és a rossz hír között. A valós vagy valótlan között. Tehát van egy fontos dolog, érted? Az ember képes gondolkodni. A gondolkodás az azt jelenti, hogy logika. Hallottad már ezt a szót? Logika. Tehát, hogy képes a logikára. Ugye mit jelent a logika? A logikus gondolkodás azt jelenti, hogy egymásra épülő. Tehát egymásra épülnek a történések a gondolatban, érted? Nincsenek lukak, érted? Nincsenek talányok, nincsenek kérdőjelek. A logikusság azt jelenti, hogy minden egymásra épül. És az ember képes egy egymásra épülő gondolkodásra, hát már aki képes. De alapból mindenki képes lenne. Oké? Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Miért mondom ezt? Mert jön egy hír, és nem keresik benne a logikát. Érted? Nem keresik. És elfogadják a nem logikus információkat, a nem logikus érveket, amiben semmi logika nincs. Tehát még egyszer, a logika ez azt jelenti, hogy ennek a dolognak van egy következménye, a következménynek egy következménye, a következménynek egy következménye, a következménynek egy következménye. Érted? Tehát egymásból szépen fölépíthető a dolog. Ha ott hiányzik egy láncszem, az már nem jön létre a logikusság. Oké? És ha megnézed a híreket, hiányzanak nem egy láncszem, hanem láncszemek hiányoznak. Oké? És ugye az embernek mutatnak mondjuk egy láncszemet, de a lánc ekkora. És a legtöbb ember a többi láncszemnek nem néz utána. És elhiszi
azt, amit arra az egy láncszemre mondanak. Érted? Közben annak van egy előzménye, meg egy további fejleménye. Érted? És az emberek bőven elfogadják azt az egy láncszemet. Bőven elfogadták azt, hogy rögtön első hírként, hogy az arabok mentek neki a toronynak. Nem? Érted? És az összes, mit tudom, három repülő, ami ott csinálta a balhét, vagy mennyi, az mind arab irányítás alatt történt, arab terrorista irányítás alatt. És ezt az emberek elfogadták úgy, ahogy volt. Rögtön, mert ez már másnap talán kiderültek ezek, hogy arabok csinálták. Kiderültek, hát ez hülyeség, hogy kiderültek, de lényeg az, ráfogták az arabokra. Oké? Na most, ha megnézte volna ott valaki a logikusságát az egésznek, rögtön rájött volna, hogy ez nem logikus, hogy az arabok ezt csinálják. Miért csinálták volna? Ez nem logikus. Ez teljesen nem logikus. Jó? De az emberek simán elfogadják minden logikát nélkülöző dolgot. Simán. Ugyanez a Covid. Simán elfogadták a tök logikátlan dolgokat. És nem próbáltak egy logikusságot kikövetkeztetni, nyilván mindig tisztelt a kivételeknek, akik végigkövették a logikusságot, és azt mondták, hogy ezt nektek. Oké? Szóval lényeg az, hogy mondom, gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol minél magasabb az embernek a tudatossága, annál több logikus dolgot keres bármiben, és ha valamiben nincs logika, akkor azt elutasítja. Érted? De most gondold végig, hogy keressen egy orvos mondjuk logikát bármibe is, amikor ő hisz az evolúcióban. Mert az evolúcióban ennyi logika sincs. Tudod, miben van logika? A logikus, értelmes lények képesek logikára, semmilyen más lény nem képes rá. Tehát logikát abban lehet keresni, amiben igaz, amiben értelmes lények beavatkoztak. Tehát logikát abban lehet keresni, amiben értelmes lények benne vannak, vagy beavatkoztak. Világos ez? És amiben találsz logikát, abban ott találod az értelmet. Mindenütt. Oké? Ahol értelmet találsz, ott megtalálod a logikát. Oké? Tehát megnézed mondjuk az egész naprendszer működését, teljesen logikus elvek alapján működik a naprendszerünk. A bolygók keringésétől, a bolygók távolságáig és pályájától kezdve minden tök logikus elvek alapján működik. Ezt ugye azok, akik ilyennel foglalkoztak valamennyit életükben, azok pontosan tudják ezt. Na most a természet az nem képes logikára. Természet az nem logikus. Ha megnézed, ha egy erdő létrejön magától, azok a fák össze-vissza nőnek. Nem? Tehát ott semmi rendezettség nincs benne. Ha az ember létrehoz egy erdőt, szabályos katonás rendben ülteti a fákat. Nem? Tehát látod az erdőknél, hogy melyiket ültették emberek, és melyiket meg nem. Melyik jött magától létre. Oké? Tehát a szabályos működést nem tudja létrehozni, a tökéletesen szabályos működést nem tudja létrehozni a természet. Tehát nincs ilyen. A tökéletes szabályos működés úgy jött létre, hogy
mesterséges intelligencia, tehát emberi lény, vagy a fölött lévő lény létrehozott szabályos dolgokat. Érted? És akkor onnantól kezdve az létrejött, onnantól kezdve az szabályosan működik. Tehát egy növény az nem jön úgy létre, hogy azt valamikor annak a növénynek, az elődjének, az elődjét nem teremtette volna meg egy értelmes lény. Világos ez? És azért működik szabályosan az a növény, mert belerakták a mérnöki precizitást. Most ide, ezért mondom a mérnöki precizitást, mert ugye a mérnökökhöz tartozik ez a fajta kifejezés. Érted? És ugyanúgy az élőlényeknél. Az élőlények is pontosan működnek. Miért? Mert valamikor, amikor kifejlesztették azt az élőlényt, akkor létrehozták az ő működését. Világos? És ugyanígy az ember. Nem kell ebbe hinni. Tudod mit? Teszek én arra, hogy te mit hiszel, vagy mit nem. Tudod, mennyire érdekel? Ennyit se, hogy te miben hiszel, vagy mi nem, miben nem. Én azt tudom, amit tudok. Te meg abban hiszel, amiben akarsz. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy nekem van összehasonlítási alapom avval kapcsolatban, hogy milyen az, amikor az ember tudatlan, mert voltam tudatlan, és milyen az, amikor az embernek van tudása. Szerinted melyik a jobb? Nem az első, hanem az, hogy amikor van az embernek tudása. Én azt látom, hogy az emberek tudás nélkül szenvednek. És nem kéne létrehozni egy olyan társadalmi formát itt a Földön, az egész bolygóra nézve, ahol az emberek abba hagyják a szenvedést. Nem kellene? És az magától létre tud jönni? Magától az elmúlás tud létrejönni. Érted? Ne takaríts otthon. Nézd meg, hogy fog kinézni a lakásod mondjuk egy év múlva. Főleg használod is. De ha nem használod, nézd meg, mennyi pók fog beköltözni. És ennyi pókháló lesz a lakásodba. Oké? Gondold végig. Tehát az a törvényszerű, hogyha valamit nem takarítunk, akkor az magától nem tisztul. Ha valamit nem fejlesztünk, az magától nem fejlődik. Te sem! Oké? Te sem fejlődsz csak úgy, hogyha fejleszted magadat. Tehát semmi nem javul, semmi nem lesz jobb, ha nem teszünk bele értelmet és logikát. Oké? Okay? És ahhoz, hogy egy ember fejlődjön, az értelmének kell fejlődnie. Egyre értelmesebbnek és értelmesebbnek kell lennie. De ha te azt gondolod, hogy ahhoz a tyúkszaros életedhez elég az a tudás, amit van, akkor én ebben megelégszem, hidd el, tökéletesen elfogadom. De nem jobb lenne, hogyha nem tyúkszaros lenne az életed, hanem egy értelme lenne az életednek. És mi lehet most a legértelmesebb dolog a világon? Létrehozni egy olyan világot, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. És együttműködni. Vagy rosszul gondolom? És hogy ezt meg lehet csinálni, az biztos, hogy meg lehet csinálni. És nem ott kell kezdeni, hogy majd a politikusok megoldják ezt. Vagy a háttérhatalom.
majd megoldja ezt, hanem az egyének fejlődésétől függ a jövő. Az egyének, a személyes egyének, a személyek fejlődésétől függ. És itt van egy lehetőség, hogy olyan tudást és képességeket sajátítsa, hogy azáltal képes legyél a problémáidat megelőzni, megoldani, sőt ezekben másoknak is segítségére lenni, célokat megvalósítani, képes legyél arra, hogy egyre boldogabb és boldogabb életet éljél, és természetesen arra is, hogy kezeld ezeket az életterületeket, hogy minél jobban kezeld ezeket az életterületeket. És ha tudást akarsz máshol ezekre az életterületekre, akkor jó vastag bukszád legyen, jó? De lehet, hogy a vagyonod nem lesz elég. Itt nálunk a legeslegkedvezőbb feltételekkel tudsz hozzájutni a tudáshoz, ráadásul egy olyan közösségben, aminek a közösségnek az alapjait 93-ban raktam le. 93-ban. Oké? És a legrégebbi tanulónk, aki itt tanul, az 95-ben jött közénk. Oké? De te biztos azt gondolod, hogy máshol is fogsz tudni ilyen szintű képzést kapni. Én meg tudom neked mondani, hogy akkor nyugodtan keresgél, úgyse fogsz találni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk szeretettel, de nem hagyunk neked gondolkodást. Oké? Mert nekünk most kellenek azok az emberek, akik akarnak tenni saját magukért és a jövőért. Oké? Mert az idő fogy. 13 éve főtevékenységben foglalkozunk az emberek fejlesztésével, és van 12 évünk. Túl vagyunk a fél időn. Bele kell húzni. Mert nagy baj lesz, ha nem lesz aranykor ezen a bolygón. Úgyhogy meg kell csinálnunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!